Jászberény önkormányzata és civil szervezetek összefogásával új emlékhely jött létre a városban. Kökény Albert egykori Korvin közi harcos előtt az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége, a Jászberényi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Nagy Imre Társaság Jászberényi Szervezete és a Város Önkormányzata készítette márványtáblával tisztelektek. A jászberényi születésű szabadságharcos 1956. november 9-én a Komárom-Esztergom megyei Tarjánban a szovjetek ellen harcolva hunyt el. Sokan azt gondolják, 65 évvel a dicsőséges 56-os magyar szabadságharc eseményeiben kutatva új eseményt, vagy egy eddig még nem ismert forradalmárt, akinek helyi kötődése van, már szinte nem lehet találni. Ennek mondott ellent az a kutatómunka, amit Mátics Bélány és Rász Tamás kezdeményezésére indítottak el, amelynek eredményeként Kökény Albert életének és tragikus halálának körülményeit megismerheti a város közössége. Később a kutatómunkával feltárt tényeket Megykó Béla helytörténeti kutató foglalta össze, ő tartotta az emléktábla avatóját is. Jászberény születésű szabadságharcos emléktábla avatására jöttünk össze. Ritka pillanat azért 65 évvel az események után. Kökény Albert a legendás Korvin közmártírja. 65 év telt el, emlékezzünk személyes tragikus történetére. Jászberényben született története és személyi tragédiája egy igazi elkötelezett, forradalmi hevületű, szabadságharcos szép és emlékezetes példája. A fiatal jászberényi ott volt a forradalom fővárosi eseményeinek fontos történéseinél. Védte a forradalmat és november 4-e a Vörös Hadsereg bevonulása után sem tette le a fegyvert. A Korvin közi harcok a forradalom bukása után társaival próbálták elhagyni az országot, de végül Tarjánban zárták körül a mintegy 100 főből álló csoportot. Az ott kialakult heves harcokban hunyt el. Az agyvaparti sétányon kialakított emlékhely leleplezését követően az önkormányzat és a jelenlévő civil szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit. Köszöntöm fiatal előadónkat, Cseh Dániel urat, történészt, a Szolnoki Felsegi Ferenc Gimnázium tanárát, városunk születtét. Az emlékezés a Jász Múzeumban folytatódott, ahol Cseh Dániel az 1950-es évek városi pártelitjéről, a jászberényi mindennapokról és nem utolsó sorban a kommunizmus idején is megtartó erőt jelentő helyi közösségekről szólt. Személyes tapasztalat nekem, hogy még egy olyan diktatórikus rendszer is, mint a kommunizmus, amikor helyi kötődéssel rendelkező párttagoknak kellett dönteni, érezhetően több ember is jelent meg ezen döntésekben. Tehát, hogy a helyi kis közösségek még egy elnyomó represszív rendszerben is tudnak megtartó erővel bírni, és azt gondolom, hogy ez a nagypolitika hullámverésé közepette is tanulság lehetne egy ilyen kis városnak, hogy elsősorban mi egymásra számíthatunk, kormányok jönnek-mennek, de a helyi települési közösség tovább marad együtt, mint bármelyik kormány. Az emléktáblaavatás utáni találkozó a múzeumban közös múltidézéssel, beszélgetéssel zárult.